Tisztelt ünnepi közgyűlés! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Pál József vagyok, és nagy dologon élek a családommal. Szexárdhoz fűződő kötődésem a mögöttem látható intézményben kezdődött, anno 1970-ben, hiszen itt kezdtem el középiskolai tanulmányaimat. Ennek az intézménynek nagyon sokat köszönhetek minden tekintetben és területen. A későbbiek folyamán szintén ezen a pályán folytattam tovább tanulmányaimat Budapesten, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán. Az úgynevezett nagybetűs életet nagy dorogon, a Nagy Dorog és Vidéke Átvésznél kezdtem el. Szexárdhoz több mint 30 évvel ezelőtt tértem vissza újra, és az elmúlt időszakban, mint a mögöttem látható képek is tanúsítják, bizonyítják, több nagyvállalatnál és intézménynél is dolgoztam. Tanulmányaimat a Budapesti Gazdasági Főiskola zalaegerszegi szakán folytattam tovább, és ott szereztem pénzügyi vállalkozói diplomát. Szekszárd megyei jogváros önkormányzatával 2004-ben kerültem kapcsolatba az akkori Szekszárd és Vidéke kistérségi társuláson keresztül, majdnem 2009 márciusától pedig a Gazdasági Informatikai Közoktatási Igazgatóság vezetője lettem. Erről az időszakról sok minden elmondható, egy biztosan nem, hogy unatkoztunk, hiszen erre az időszakra tehető nagyon sok olyan belső intézkedésnek a következménye, ami átszervezésekkel járt, hogy csak a párat említsek, az intézményrendszer működésének átalakítása, a KESZ integrációja, vagy említhetném külső intézkedések között az államháztartási törvényből fakadó változások átvezetését és azoknak a végrehajtását az önkormányzat életébe. Akik ismernek munkám során, nagyon jól tudják, hogy életemben soha semmiféle fajta különös elismerésre nem vágytam, nem számítottam. Természetesen tisztelettel köszönöm, de ezt az elismerést én úgy élem meg, hogy részese lehettem egy olyan csapatnak, egy olyan kollektívának, amelyből nem az egyetlen vagyok, aki ilyen, ebben az elismerésben részesült. Mi férfiak, ha bevalljuk, ha nem, hogy mindezt elmondhassunk magunknak, kell egy olyan hátország, amikor, ahova bármikor visszavonulhatunk, bármiért bennünket, és erőt tudunk meríteni a későbbi munkánkhoz. Nekem ez megadatott, természetesen köszönöm a családomnak is.